Sok szeretettel köszöntjük Önöket itt a fehérvári beszélgetésekben. Ezúttal rendhagyó módon kettős műsorvezetéssel jelentkezünk Mics Marci kollégámmal. Én is szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. És természetesen nagy szeretettel köszöntjük Buda Gábort, az Alma Együttes frontemberét is itt a stúdióban. Szervusztok, sziasztok! Szervusz. Én is mindenkit köszöntök. És egyébként már nagyon jó érzés volt itt ülni két zenésszel, akik rögtön, amikor elindult a főcím, a szignál, már a ritmusok is elindultak. Ez így van, én már előrevetítettem, hogy mennyire jó ez a szignál, pont tőled kérdeztem, hogy ki írta ezt a zenét. De egyébként, mikor beültünk ide és állították be a kamerákat, jutott eszembe még mielőtt az Alma zenekarról beszélgetnénk, hogy Gábor, te, hogyha jól tudom, foglalkozol filmezéssel, fotózással az Alma együttesen kívül, hogy erről, hogy egy kicsit minden. Tudom, Fekete Ninja. Van annyi pénz, amennyire mindennel foglalkozunk. Jó, ne, erről hát, a szerelemről, hogy egy kicsit. Hát gyerekkor, én hamarabb voltam fotóművész a saját fürdőszobámban, mint általános iskolás, de komolyan tényleg, tehát átalakítottam, volt otthon egy pici fürdőszobánk, és kitiltottam anyut meg az öcsémet, mondtam, hogy akkor ez most egy fotolabor, úgyhogy nagyítottam, előhívtam, vettem fixírsót, előhívó folyadékot volt gépen, nagyítógépen, mindent, tehát én rendesen, engem ez nagyon érdekelt, de hát ez még a hőskorban volt, tehát amikor még nem ismertük a digitális technikát, úgyhogy rendesen filmet kellett venni, elő kellett hívni, stb. Nagyon szerettem, aztán szuper 8-as kamerám volt, amiben volt, mit tudom én, 3 perc, vagy másfél perc, nem tudom mennyi. Jó, de megvolt annak egyébként szerintem a maga varázsa, tehát a szuper 8-as film íze, szaga azért az ott van. Hát igen, meg abból a szempontból nagyon jó iskola volt, hogy nem tudom persze, hogy a mai fiatalok mennyire vannak tisztában a fotózásnak az alap dolgaival, hogy egyáltalán hogy működik. Ugye pont erről is szóba került, annyi mindenről beszélgettünk, de tényleg hogy az a kép az mitől lesz olyan, mitől lesz szaturálta, vagy ilyen-olyan, hogy az egyáltalán mi. Ezek azok, amiket tulajdonképpen, hogyha valaki akkor tanulta meg a szakmát, vagy a szakmának ezt a részét, az talán tudja. Aki meg csak digitálisan nyom egy gombot, és megnézi, hogy jó-e a kép, az is egy jó dolog, persze, mert többet tud foglalkozni magával a kompozícióval, meg hogy mit hoz létre, csak nem mindig, tehát hogyha ha feladat van, akkor vérzik el. Igen, mert akkor viszont ugye nem tudja megvalósítani, nem tudja, hogy milyen úton, módon tud ahhoz a dologhoz eljutni, hogy az jöjjön ki a végén. Hanem csak ott próbálkozik, nyomkodja össze-vissza a gombokat, aztán vagy hasonlít arra, amit elképzelt, vagy nem. Míg egy profi fényképész az eleve úgy áll neki, hogy és ugye itt lehet mondjuk sok időt spórolni, tehát amikor az ember tudja, hogy mit kell megnyomni ahhoz, hogy azt a hatást érje el a végén. Ez is egy szakma. Hát, meg látni kell talán a pillanatokat is, mert amíg filmmel dolgozott az ember, azért ott nem volt nem az, hogy... Persze. Mindig kell legyen egy képi látásmód, egy vízió, egy elképzelés arról, hogy abból hogy lesz végül mozi, hogy lesz fénykép, bármelyik műfajról is beszéljünk, persze, tehát ez egy... És a mindennapjainak egyébként abszolút része a fotózás, filmezés, hogy milyen esetleg van-e olyan film folyamatban, vagy videoklip, amin most éppen dolgozol? Hát képzeljétek el, hogy Székesfehérvár a kiinduló pont. Na, a Királyok városa. A Királyok bármilyen városa. Furcsa, igen, van itt egy nagyszerű csapat, a Fundamentál Films, ugye Ternák Feri, Romhányi Ádám és Kersák Józsi, bár ő ugye Siófokon lakik. Igen. Akikkel összehozott engem sok-sok évvel ezelőtt egy Alma klip kapcsán a jó sorsom, és olyannyira egymásra találtunk, és olyan jó barátok lettünk, hogy én gyakorlatilag velük együtt elkezdtem ezt művelni, kicsit ilyen producer, rendező lettem, néha beleszólok, bár ők külön is csinálják a saját dolgaikat, hiszen ők olyan egy jól összeszokott csapat, és fantasztikus munkát végeznek, tehát én annyira nem kellettem hozzá, viszont azzal, hogy én emögé oda tudtam rakni egy komoly kamerát, egy Redepic kamerát, ha aki ismeri, azt tudja, hogy egy 4K-s mozikameráról van szó, stb. Ezek mondjuk ilyen nagy előrelépések, vagy lehetőségekké váltak a Fundamentál Filmsnél, talán egy kicsit a
kívülről jött embernek a frissességét is egy picit hozzá tudtam tenni, tehát hogy ők már valamiben dolgoztak, én meg így kívülről ráláttam. És ez ennek a barátságnak, ennek a közös munkának az eredménye, az, hogy tulajdonképpen én visszatértem egy picit a gyermekkori álmomhoz, hogy filmrendezéssel foglalkozzam. Tanultam is egyébként, a Budapest Filmakadémiára jártam egy jó pár évig, azért odafigyelt meg, hát egész életemben a fotózás meg a filmezés ott volt, tehát nem ma kezdtem ilyen értelemben, csak ugye nem vettek fel a Színházis Művészeti Főiskola rendező szakára, tény, hogy nem is jelentkeztem. Úgy nehéz. Igen, mert ugye zenész, elrabolt a gyerek poppiac, elraboltak a kisufók, úgyhogy az ment a levesbe, de most így ennyi év után tulajdonképpen visszatértem egy picit ehhez is, és valóban az első mozifilmemet Kálói Molnár Péter főszereplésével, ez egy nagyon szép dráma, Böszörmény Gyula író barátomnak az önéletrajzikletésű regényéről van szó, Kucóról, amit egyébként én adtam annak idején a Petinek a kezébe, sok-sok évvel ezelőtt a Kálói Molnár Petinek a kezébe, hogy itt van egy nagyszerű darab, akkor ezt kéne színre vinni, és ő azt a 14 évig utána teltházzal játszotta is, budapesti, meg mindenféle színházakban, tehát külföldre is vitte meg mindenhova. Úgyhogy ilyen nagyon érdekesen összefornak a dolgok, és ugyanide tértünk vissza, hogy ezt a regényt filmesítettem én meg, Kálói Molnár Péterrel a főszerepben, és hát remélem, hogy sikeres lesz. Különleges, egyedi mozi, nem igazán hasonlítható semmihez, de hát én mondjuk egy ilyen, bocsánat, a rendezőként megengedhetem magamnak azt, hogy nem a magyar film alappal, hanem most, hanem saját erőmből egy ilyen teljesen újfajta mozit csináljak. Aztán lehet, hogy marha nagy bukás lesz, ki tudja, mi nagyon bízunk benne az alkotókkal, tehát mindent megtettünk azért, hogy Oscar-díjas legyen, de hát ez majd az Amerikai Filmakadémia eldönti. Semmi sincs kizárva. És egyébként időben ez mennyire fér bele az életedben? Ugye még itt beszélgetésen én mondtál ilyen horrorisztikus számokat, hogy hány koncertetek van az Alma zenekarra egy évben, hogy ez hogyan? Magam sem és akkor tudom. És még otthon is nyilván, mint apa helyt kell állni. Igen, tehát, hogy hogyan? Igen. Volt egy, nem nekem volt a matek tanárom, de mesélte, az unokatesom mesélte, hogy volt egy osztálytársa, aki rossz volt matekból, borzasztó rossz volt a matekból, és akkor mondta neki a matek tanár, kérdezte tőle, hogy figyelj, hogy mi a probléma, és mondja, jaj, tanárnő, hát reggel ez sem, az sem, ezért utána ide megyek kedden, ez van, szerdán, az van, ezért, és majd megkérdezte a matek tanár, hogy és mit csinálsz hajnali 2 és 4 között? Ja, hogy nem matek példákat? Hát akkor ne csodálj. Na hát ez van, ez vagyok én. Mm-hmm. Tehát hajnali 2 és 4 között akkor dolgozom. Jó, de már némileg érintettük ezt a gyerekpop piacot. Hát, hogy is lettél te főalma? Ez is egy ilyen kreatív játék. Valószínűleg nem ez az alkotó, ez a homoludens, ez a játékos ember, vagy mit tudom, én valószínűleg így születtem, hogy ilyen, olyan vagyok, mint a Marci is, hogy ilyen... Igen, csak őt inspirálta apukája szerint. Igen, egyébként. Pont ebben a székben beszéltem róla én is egyszer hosszasan. Igen. Láttam, azért mondtam, felkészültem. De a lényeg az, hogy a játék a versekkel, a játék a hangokkal, a játék a képekkel. Tehát valószínűleg ez egy ilyen attitűd vagy embertípus, aki erre alkalmas, és én valószínűleg ezt találtam meg az Almában, hogy annak idején a gimnáziumban a versek szeretetén keresztül a versek ők inspiráltak engem a versek arra, hogy tulajdonképpen én hozzátegyem azokat a dallamokat, érzelmeket, valahogy megénekeljem őket, amit éreztem a versben. Tehát amit fontosnak gondoltam, hogy ebben a versben benne vannak. Hiszen nézzük meg, ott van például a Kése és Irató, József Attilától, ugye egy gyönyörű vers, mindenki ismeri. József Attila nagyon régen meghalt. Ezek le vannak írva, ezek a szavak, ezek a betűk. Tudom, betűk, szavak, mondatok, gondolatok. És eltelik 200 év, 500 év, 1000 év, születnek emberek, és megkönnyezik. Ugyanazokat az érzelmeket, azokat a lelki billentyűket mozdítják meg az emberben, amit annak idején is megmozdított a dédapáink lelkében. Tehát
ez a művészetnek a csodája, hogy tulajdonképpen nem tudjuk a titkot, hogy mi az oka, de ugyanazokat a dolgokat mozdítják meg, és ettől szép a művészet, és ezért lehet valószínűleg egy művész ember, az egy játékos ember is. És mindenki a maga módján, aki zenész, mondjuk egy professzionális zenész, aki magas szinten játszik a hangszerén, biztos, hogy addig, amíg tanulja a hangszert, addig rabságnak érzi. De abban a pillanatban, ahogy nem szereti mondjuk a gyakorlásokat, vagy a skálázást és egyéb dolgokat, viszont hogyha ő már ennek a birtokában van, ennek a tudásnak, akkor tulajdonképpen ez egy kifejező eszköz. Akkor ő ebbe bele tudja magát rakni, bele tudja az aznapi érzelmeit rakni, akkor ő dühöt tud belerakni, tehát tud vele bánni. És festők ugyanezt csinálják, csak ők vizuálisan festékkel. Úgyhogy ez egy ilyen, én meg a ritmussal, a zenével, ezzel találtam meg először, ebben találtam meg tulajdonképpen én a játékot. Azért mondom játékot, hogy még nem tekintettem én ezt igazából alkotásnak, csak egy játéknak, és aztán ez formálódott szerencserévén is, jó helyen, jókor, meg talán kedvel is csináltam, meg szerettem csinálni, meg olyan alkotótársakat találtam magam mellé, akik szintén ebben ki tudtak bontakozni, és élvezték ezt a dolgot, és ez így vált végül profivá és megélhetéssé. És a jelenlegi zenekari felállás egyébként az mióta létezik? Tehát, hogy ugye 96 óta van almazenekar, a mostani felállás az hát mióta ez van? 2000-ben ugye kezdtem el, amikor hazajöttem Amerikából, akkor kezdtem el az unokatesommal ketten, azt mondtuk, hogy na, akkor újjá alapítjuk az almát, úgyhogy ő van a legrégebb óta benne, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ő már 18 éve, ugye? 2018-at írunk. Igen? Hú, de jó vagy a matekból. De jó vagy matekból, 2 és 4 között, akkor te is. Szóval igen, 18 éve, és akkor a többiek rá folyamatosan jöttek, és talán a legutolsó, legfiatalabb tagunk, Körmendi Dávid, 4 éve, 5 éve van már a zenekar. Tehát ő sem a kezdte, tehát ő is azért már elég régen benne van, és azóta együtt vagyunk. Hát ennek ugye, mint minden zenekari projektnek tulajdonképpen az alapja a korrektség, a barátság, tehát ezek ilyen alapvetések. Tehát hogyha az ember nem igazán találja meg a másikkal a barátságot, a közös hangot, akkor igazán zenélni sem tudnak szívvel, lélekkel. Ez meg ez a szakmához, főleg ha már ráadásul ilyen szinten csináljuk, mint mi, hogy sok száz koncert van egy évben, akkor ott már azért kell az, hogy elviseljük egymást. Az már durvább, mint egy házasság. És ez egy fontos dolog, amiről egyébként szintén beszélgettünk, hogy sokan azt gondolják, hogy amit szintén te mondtál, és nagyon tetszett ez a mondat, és hintsük el itt is az igét, hogy sokan játszanak ilyen-olyan műfaj, jazz, popot, akármit, és egyik se jön be, és azt mondják, hogy hát jó, hát akkor forduljunk a gyerekek felé, és akkor csinálunk gyerekműsort. Mert hogy ez a gyerekeknek nem így... minden jó. Igen, ez azért nem így működik. De azért nem így van, nem? A gyerekek nagyon kritikusak szerintem. Hogy azért ez egy nagy, erre születni kell valamilyen szint, sőt, teljes mértékben erre születni. Mert ők nem hazudnak. Igen, és te is meséltél sztorikat. Igen, csak a gyerekek pont, persze ők nem hazudnak, de miután ők még mondjuk nem túl bonyolult lelkek, maradjunk ebben. Tehát még nincs kialakult ízlésük, ezért nekik még valószínűleg az újdonság varázsával mindent el lehet adni, vagy nagyon sok mindent le lehet tolni a torkukon. Az talán egy dolgot nem lehet, hogyha te nem találod meg velük a közös hangot, vagy nem vagy a barátjuk, vagy nem fogadnak el emberként. Talán ez az egyetlen, ami a gyerekeket ilyen szempontból érdekli. A zenéhez nem értenek. Tehát azt ők nem tudják, hogy most föláll a bácsi a színpadra, és jó-rosszul játszik ilyen csirkeláb ilyeneket, akkor az művészet, vagy nem művészet. Ő úgy érzi, hogy tetszik neki, meg lehet rá mozogni, vagy nem. De ennek a felelőssége viszont a szülőket terheli. Tehát ez az én felelősségem, hogy elviszem a gyerekemet egy koncertre, megnézem, hogy milyen a koncert, megnézem a zenészeket, a zenét, a gyerekemet megnézem, hogy élvezi-e, vagy nem élvezi, vagy mit tudom, és akkor eldöntöm, hogy főleg, ha van más is, tehát ha van választási lehetőség, mert ha nincs választási lehetőség, akkor részvétünk, akkor ennyi, akkor ők vannak, az kész, de ha van más lehetőség, akkor viszont a szülőnek a felelősség az, hogy éljen ezzel a dologgal, és azt mondja, hogy terelgesse a gyereket abba az irányba, amit ő jónak gondol. Én élni és élni hagyni alapon élek a világban,
tőlem mindenki azt csinál, amit akar, abból él, amiből akar. Tehát én soha senkit nem szólok meg azért, mert ő a gyerek műfajba ki akarja magát próbálni. Sőt, nagyon-nagyon sok zenész kollégát biztatok. Egyáltalán nem vagyok féltékeny típus, semmilyen szinten nincs bennem semmi. Ha valaki jó, akkor oda megyek és gratulálok neki, tehát nem az volt. Tehát én vagyok az első, aki oda megyek és segítek bármiben, tényleg, tehát nagyon, ezt azt hiszem, akik a gyerekpiacon létező előadók és összehozott velük így a sors, ők ezt aláírják nekünk, hogy én így vagyok kódolva, nem tudok egyszerűen irigykedni, meg ezért tőlem, ez olyan borzasztó távol áll. Nem, mert azt gondolom, hogy egy, nincs miért irigykednem, mert ha tisztában vagyok a saját értékeimmel, és tudom, hogy mit tudok, akkor olyan már volt, hogy oda mentem valaki, és azt mondta, hogy figyelj, hadd kössem a cipőfűződ, mert állat vagy, mit tudom én. Tehát ilyen van, de ez egy jó eső, tehát ez nem egy gonosz irigység, vagy egy izé, hanem egy olyan, hogy Atya Isten, mit tud ez az ember? Tehát azelőtt is meghajtom a kalapom, teljesen mindegy, hogy milyen műfajban van. Tehát tőlem gyerekpiacon is lehet, nagyon sok olyan előadó van, akit nagyon jónak gondolok a gyerekpiacon, hogy tök jók, hogy vannak. Az egy más kérdés, hogy ez küzdelmes pálya, tehát itt azért ott kell tudni maradni, mindig kell tudni újat mutatni, meg kell küzdeni a sikerekért, pénzt kell befektetni a dologba. Tehát ugyanúgy működik, mint az összes többi vállalkozás, semmivel se külön, mint péknek lenni, csak az a különbség, hogy a pék az kenyeret készít, mi meg mondjuk zenélünk, tehát abból élünk. Tehát ennyi a különbség, hogy egy picit ilyen keves, talán több pék van az országban, mint zenész, de senki nincs a másik fölött vagy alatt, tehát mindenki ugyanannyit ér. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a szerencsés ember, aki abból él, amit szeret, ami a hobbija. És ilyen szempontból a zenészek többsége szerencsés ember. És mi az egyébként, ami az Alma együttesben szerinted a leginkább fontos abból a szempontból, hogy életbe tartsa a zenekart, és felkeltse az érdeklődést továbbra is a gyerekek számára? Videóklip, lemez, vagy mi az, ami szerinted a legfontosabb az, hogy mindig ott legyetek, és hogy ne menjetek ki a köztutakból? Határidők. Határidő. Szerződés. Ezt mondást is hallottam már valahol. Mert hát mit tudom én, figyelj Marciát. Igazából feladat. Igen, tehát munkát kell adni, motiváltságot kell adni, nyújtani. Egymást, nem szabad azt mondani egymásnak sem, hogy te figyelj, tök jó vagy. Tehát ha mindig azt mondjuk egymásnak, hogy tök jók vagyunk, akkor ezért. Nem, oda. Tehát mi, amikor véget ér egy koncert, csak a hibáinkról beszélünk konkrétan. Tehát nem, sosem arról. Nincs, befejezek egy koncertet, tegnap is volt egy koncert. Tök jó volt egyébként. Tehát mi a publikum, hogy cukik jönnek, és jaj, imádtuk, ízés, szerettük, tudod, agyon. Én meg ott a fiúknak ott hátul a stage-ben mondom, még ilyen rossz, hogy lettem ilyen béna. Figyeltétek, milyen unalmas volt már, hogy csinált. Tehát, hogy egyszerűen nem, tehát ha valaki megelégszik saját magával, meg ízé, akkor ott a vége. Kritikus szemmel kell nézni magadat. Az nem jó. És mindig oda kell tenni. Tehát akkor is hagyd abba, hogyha úgy érzed, hogy nem rakod már oda magad ebbe a dologba, nem teszed oda magad. Úgyhogy kellenek az új motivációk, ugye nálunk most a szerencsére jött a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága, azt mondta, hogy na, gyerekek, megnyertünk egy Európai Uniós támogatást, és az Alma együttes szeretnénk felkérni egy lemezre, és ez nekünk nagyon jól jött, mert a mai világban a lemez az eladhatatlan történet. Tehát ma már egy zenész úgy megy be a stúdióba, hogy az gyakorlatilag egy kidobott pénzt, egy kis túlzásra, hát hogyha nyilván, tehát lemez nem lehet így ilyen értelme létrehozni, ez is egyébként online letölthető lesz, ingyen letölthető lesz a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának a honlapjáról, de legalább ki lehetett fizetni a zenészeket, ki lehetett fizetni a hangmérnököt, az alkotókat, a klipkészítőket, stb. Tehát egy tisztességes, professzionális, komolyan lehetett venni azokat az embereket, munkát lehetett adni azoknak az embereknek, akik ebben a vállalkozásban dolgoznak, és a barátaink. És koncertek után egyébként mennyire van lehetősége a gyerekeknek találkozni?
Veletek, hogy az minden koncert úgy néz ki, hogy lemegy, és akkor utána oda. Aha, oda lehet. Aha. Én még nem voltam. Szombaton megyek. Gyere, kimegyünk, abszolút. Én meg végképp. Tehát én minden koncert végén, nem rögtön és azonnal, mert meg szoktam törölközni, mert tiszta víz vagyok, meg minden bajom van, meg iszom egy kortyot, de ki szoktam menni, igen. Mm. Úgyhogy velem lehet találkozni, úgyhogy aki meg akarja mondani a kritikát, az is el tud érni, tehát teljesen nyitott a dolog. Nem nagyon volt még eddig olyan, hogy odajött. Egyszer volt egy olyan, hogy odajöttek, és kritikával élt a nagymama. Megengedtem magamnak egy nem túl jó ízléses poént. Aznap volt a Budapest Pride, és valamit mondom. Nevettek az ember, meg én viccnek szántam, mert nekem semmi bajom ezzel. Tehát az ég egy adta a világon, tehát nem gondolom, hogy azért, mert valakinek más a szexuális beállítottságától bántani kéne. Ja, csak gondolom, a nagymama szerint nem kellett volna. A nagymama az unokája volt. Uh-huh. A nagymamának az unokája volt érintett. Ja. És odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát ezzel nem kéne viccelni. És elnézést kértem tőle. Azt mondtam, hogy igaza van. Ne haragudjon. Egyébként nekem is van egy-két olyan ismerősöm, barátom a környezetem, akiről tudom. Ők maguk közt ezt elintézik, tehát én nekem az egy más kérdés, hogy a felvonulásra nem feltétlenül értenék egyet, de értem az indítatást is, meg elfogadom. Én azt gondolom, hogy jó lenne olyan világban élnek, ahol nem kell ezért felvonulni. Tehát az lenne a jó. Hát igen. Mert akkor egyrészt ugye nem lenne úgymond kirakatban, tehát nem gondolom, hogy a gyerekeknek ezt látniuk kéne, és nekik se lenne erre szükség, mert mi szükség van erre. Tehát ez magánügy, mint igen. Hogy én sem kezdek arról beszélni, hogy egyébként hogy élem. Szóval ezek ilyen dolgok, de ott kaptam kritikát, és jogosan hozzáteszem. Tehát ez nem volt, egy jó poém volt, nem volt nagyon sértő, de azért megérdemeltem. Ha már a koncerteknél, kritikáknál tartunk, akkor mi volt a legemlékezetesebb ilyen koncertélmény, vagy a legmeglepőbb ilyen rajongói felkérés? Hú, hát koncertélmény az mindig az, amikor leesünk a színpadról, letörik alattunk, összedől a színpad. Még ilyen is van? Hát miért te neveltem? Hát volt, de hogy nem. Ránk nyitották a... Dobos is eltűnt, már volt olyan. Na, hát velünk volt olyan, hogy magánparti volt, egy családi házban voltunk, és egyszer csak ránk nyitották az öntözőrendszert, mert anyu elfelejtettek. Tehát minden volt. Be volt csicsentve az anyu kapunk, hogy játszik el még 26-szor, és onnál a házom tetejét. Hát meg mit tudom, annyi, úr Isten, beleléptek a gitár, eldőlt a hangszerbe, ripityára tört a gitárom, de szilánkosra rádőlt a hangfal, meg annyi minden volt. Gyerekek, én egyszer volt egy forgatáson, koncertélmény, képzeljétek el, amikor ilyen nagyon cuki gyerekek énekelnek egy színpadon, és így valahogy nem vették észre a szervezők, hogy a színpad, és a színpad fala mögött van egy ilyen rés, és fogták egymás kezét a cuki kis ovisok, és az egyik így elindult, és csak azt láttuk a kamera mögül, hogy egy ovis sor eltűnt a színpad alatt. Ja, ez megvan, ez a felvétel még az archívumban. Szerencsére senkinek nem lett semmi baja, de tényleg, de ezen csúnya módon hetekig néztük. Velem volt olyan, igaz, hogy ez nem zenészként, hanem amikor ugye gyerekszínészként kezdtem a pályám, és vidám színpadon játszottam egy darabban, benne volt a Straub Dezsőtől kezdve a Gál Völgyin át, a Nyertes Zsuzsa, Csala Zsuzsa, sok mindenki, és engem úgy raktak be a darabba, hogy felhívott a Böröndi Tamás, hogy Gabikám, azonnal üljél taxiba, gyere be, mert nem jött el az a srác, vagy kirúgták, vagy nem tudom, micsoda, aki a darabba, volt egy tánckar. És tulajdonképpen nekem táncolnom kellett, nem tudom én hány lánya, és megvoltak a jelenetek. És mindig az történt, hogy hát beöltöztettek a srácnak a ruhába, hát ekkora volt, idáig ért a zakó, meg tud, tehát borzasztóan, úgy néztem ki, mint a Hófehérkében a kuka. Igen. De mindegy, olyan volt a szerep, hogy így elfér, de senkit nem ismertem, senkit. Tehát a szegény megboldogult, igen, Bolba Lajos volt a karnagy, és mondták, hogy beálltunk a takarófüggöny, mögöttünk is egy függöny, és Gabikám, úgy kezdődik a koncert, itt áll három lány, énekled a dalt, csak tátok, úgyse ismered a dalt, fölmegy a függöny, már látni fogod, nem láttam még addig a vidám színpadot, ugye a színpadról, mint a nézőteret, tehát azt sem tudtam, mi vár. Ugye akkor még lent rendesen a zenészárok, ott zenéltek, élőben ment a zene, tehát ez még a hőskorban volt, és akkor fölment a függöny, éneklek, tudod, a csajok néznek rám, ki ez a
gyerek. Tehát ilyen, tehát nem is olyan az. És ment a zene, és akkor mondta, hogy elindul a fogyás, egyik csaj kimegy, másik csaj, végül én maradok középen, és egyszer csak meglátom, hogy úristen, senki nincs a színpadon, megrémülök, jaj, fény, füst, kamera, tudod, mit tudom, színház, és kirohanok rendezői jobbra. És képzeljétek, hát nem ismertem a színpadot, nem ismertem a járást. És ment, én ha látom, hogy a csajok fogynak, gondolom itt a vége, a bolba vezényelt, nézett rám, hogy na, mi lesz ebből, mi lesz a csávó. És egyszer csak tudod, körülnézek, nagy, megcsináltam a nagy, kirohanok, és vissza, nekifutottam a falnak, és visszapattantam a színen. Ugyanis a Vidám színpadnak volt egy ilyen U alakú beugra, egy ilyen takarás, de az fal volt, tehát az egy zsákutca volt. Konkrétan egy ilyen egy méterbe, és én úgy nekifutottam a Vidám színpad falának, ott a takarásból, visszazuhantam a nézőt, tehát a színpadra, közönség fetrengett a röhögéstől, én a tízit tudott mondja, és akkor ilyen diagonálba kellett volna kifutni egy kicsit így, ugye én azt nem tudtam, és ott mondja a bőrön, hogy erre, így mondom, hogy kitámogattam, fájt a fejem minden, iszonyú röhögés, jön le a rendező, ezt megtartjuk. És aznap mindent megtartott, tehát aranyosak voltak, de akkor azon az előadáson kb. 5 kilót vagy 10 kilót fogytam, tehát hát kegyetlen volt. Hát ez ilyen a színpadi szakma. Zseniális. Nem? De és a, hát az almával is volt olyan, figyelj, ezt is elmondom, nagyon jó. Alma koncert, Pólus Center, nagy füst, nagy fény, nagy színpad, tudod? Megérkezünk a Tibussal, nézzük egymást, de Tibi, hol vannak a többiek? Tudod, már itt kéne lenni. Hát te szóltál nekik? Én nem szólt. És te? Én se szóltam. Kiderült, hogy ketten vagyunk az Alma együttes helyett. Jó. Hát akkor le kell adni, mert mire ideérnek, hát véget ér a koncert, véget, tehát egész nap mentek a produkció. Hát akkor adjuk le. Jó. Gitár, gyorsan vegyük ki. Eldőlt a gitárom, benne volt kemény tokban nem néztem bele. Fölmegyünk a színpadra, mert már idő volt, ráadásul már ugye föl kellett volna állni. Kinyitom a tokot, kiveszem, lepengedem. Nézze, el van törve a nyaka, a gitár nyaka. Jézusom. Úristen, mondom, Tibi, nem csak, hogy ketten vagyunk, de még egy gitárunk is van. Mondta, hogy hú, az, lehet, hogy itt van az elektromos gitárja, hátul a csomagtartó, vagy gyorsan kirohant, szép volt. Hát egy szerencsénk volt a koncerte, hát ez még az elején volt, tehát azért még nem volt egy népszerű a zenekar, hál' Istennek, az alapján meg itt kész. De emlékszem, hogy az volt a szerencsénk, hogy a szervező srác, a nagyon jó barátok, személyes barátok voltunk, az a srác hullalazza volt, és minden röhögött, azt mondta, hogy jó a fiúk, tehát kegyetlenek vagytok, tiszta zsizsik, tehát ez az Alma együttes, tehát de hát azóta se nőttünk föl, de ilyenek voltak persze. Mm-hmm. Klassz sztori. És egyébként így hogy történik? Beültök egy buszba, és akkor nyakatokba veszitek az országot, és akár egy nap több koncertet is meg tudtok csinálni? Vagy azért arra figyeltek, hogy azért hát, ennyire ne? Figyelj, eddig a rekord, de az is marad utoljár, tehát most már nem vállalunk sem, tehát ilyen nem csinálunk, de 8 koncert volt egy nap. 8 koncert. Tehát ez decemberben volt, Mikulás partik, fél óra, egyik helyről rohantunk a másikra, Budapesten az összes, tehát össze volt ez szervezve, de gondolhatjátok, hogy az 5.-6. környéken már ilyen festett volt a mosolyom. De ugyanezt egy tudod eszembe, hogy amikor nyilván felállsz 7-8-szor, nem mondhatod azt a gyerekeknek, hogy bocsánat, már volt 6 koncertem, hogy végig... annyira nem tudok már őszintén mosolyogni. Nem, végig csináltuk ez... valahogy, de az utolsóra már egyrészt akkor már csúszásban is voltunk, az is nagyon kellemetlen volt. Szóval én akkor rájöttem, hogy ez nem szabad ilyet csinálni. Most már körülbelül úgy van, hogy a menedzserek, a szervezők, koncertszervezők ilyen... a 3, maximum 4, de azt is nagyon-nagyon óvatosan nagy eltér, hogy ne legyenek ilyen összecsúszások. Előfordul ilyen, mert elég nagy az igény a zenekar, főleg gyereknap és Mikulás környékén, de már nem csinálunk ilyet, tehát már ez már felelőtlenség lenne. És különben is akkor sem volt ez egy jó döntés, de ráadásul úgy, hogy élő zene, tehát nem a CD-t vittük, mert ma úgy szokták elvállalni a művészek ezt, hogy éjszakáznak, hogy egyik diszkóból rohannak a másikba a playback, ezért nem kell csak tátogni, hát úgy lehet bírni, de úgy nem, hogy te élő zenét adsz és egyik helyről. És a fárasztó igazából, szerintem ezt te is aláírod, a legfárasztóbb egy zenész számára igazából az utazás. Az. Tehát nem a koncert, nem a koncerten fáradunk, hanem abban, hogy ülünk a kocsiban,
két órát oda, két órát vissza, következő helyszín. Tehát ezt, ha el tudnánk felejteni, esküszöm, ingyen is zenélnék. Igen, helikopter. Mondtuk a szervezőknek, hogy a koncert ingyen van, az utazást kell megfizetni. Igen. És mondtam, hogy ja, akkor csak úti költség lesz? Mondom, igen, de ez egy drága út. Igen, ez egy nagyon drága út. Ez tényleg így van, ezt maximálisan aláírom. Nem, semmi túlzás. Tehát hál' Istennek nekünk nincs rá szükségünk, örülünk neki. Azért ez a, most ugye tavaly számoltuk össze, hogy 222 koncert volt, ez volt a mérlegünk, ez is nagyon sok, borzasztóan sok. Nem is tudom, hogy van-e Magyarországon olyan zenekar, aki ennyit koncertezik, mint mi. Erős a gyanúm, hogy a első kettőben benne vagyunk. Ez nem biztos. Tudom, ki más még. Főleg úgy, hogy élő produkció, tehát mindenhova tényleg azt visszük. Jó, alapról bejátsszuk a dobot, tehát dobot azt nem rakunk fel a színpadra, mert a dob az nagyon régóta, sőt a kezdetek óta nincs az almában. Azért nincs, mert ugye azt nem lehet, tehát annak egyrészt a szállítása bonyolult, a fölrakása bonyolult, és egy óvodában, egy iskolában rácsapsz a dobszerkórát, leszakad a gyerekek feje, hát nem lehet csinálni. Úgyhogy azért az mindig az alapról, de egyébként minden, amit látnak az emberek, a hangszerek, a zenész, az ének, az mind élő. Fehérvári közönség mikor találkozhat veled itt műsorunk végén? Szombaton, ezt nagyon betanultam. Február 24-e, 16 óra szombat, Arév sportcsarnok, és mi is megyünk Ábel, és de mindenkit jó. Szeretettel köszönöm, várunk. Köszönöm, hogy segítetted. Egy szóvivői szakma esetleg, hogy állás nincs. De azt fel tudom ajánlani most is, és mindörökké, hogy aki ír nekünk e-mailt a weboldalunkra, és leírja, hogy milyen zenét szeretne, ha tudjuk, ismerjük, Despacito, eljátszunk be. De jó. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm nektek. Köszönjük szépen, tényleg. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen, viszont látásra. Látásra, hallásra, majd a rádióból jöttem, ott hallásra, itt igen, látásra. De találkozunk még itt majd Marcival, várjuk majd önöket egy hasonló fehérvári beszélgetésekben, nem is olyan sokára. Viszontlátásra. Viszlát.